Köszöntöm kedves nézőinket minden napjaink című műsorunkkal. Az Európai Szakképzés hetén a Dózsa pedagógusai és diákjai közösen foglalatoskodtak három projekten. Az intézmény ezzel is szerette volna felkelteni a fiatalok figyelmét a továbbtanulás előtt a helyben oktatott hiányszakmákra. A Szakképzés Európai hetét az Európai Bizottság hirdette meg abból a célból, hogy az Európa szerte megrendezésre kerülő helyi, regionális és nemzeti rendezvények révén vonzóbbá tegyék a színvonalas szakismereteket biztosító és minőségi munkahelyek betöltését lehetővé tevő szakoktatást és szakképzést. A Dózsa középiskola is becsatlakozott a Szakképzés hetébe három projektjével. Nagyon fontos elméleti tudásra van szüksége a gyerekeknek, meg kell ismerniük a cukrászipar pékségnek a nyersanyagait, meg kell ismerniük, nagyon-nagyon fontos a személyi higiéniát, hogy egyáltalán hogy léphetünk be egy üzembe, egy műhelybe, és milyen feltételek között mellett dolgozhatunk. Olyan mértékű tudást szeretnénk nekik átadni, hogy a 9. osztály évvégén a szakmai gyakorlatot, nyári gyakorlatot kint az üzemben minden bonyodalom nélkül tudják teljesíteni. A gesztenyés és dózsatorta és a mézes kalács házikok elkészítésében részt vettek a 9. és 10. osztályos pék és cukrász tanulók egyaránt. Szeptemberben, ahogy elkezdődött a képzés, tehát onnét kezdve a mézes kalács házunkat folyamatosan készítettük. Tehát mire minden elemet maga külön-külön megsütöttük, összeállítottuk sok esetben, tehát annyira hirtelen kellett dönteni, hogy tehát minden pillanatban ott kellett, hogy legyek én is, hogy sikerüljön és jól sikerüljön. Nagyon élvezték a gyerekek, és azóta is, hogyha jönnek más gyerekek, akik nem végezték ezt a munkát, bejönnek és körbeállják és csodálják, és nagyon tetszik nekik. A mézes kalács az 3 hétig, a torta, hát ez mivel friss fogyasztásra szánt, ezt 2 nap alatt csináltuk. Tegnap sütöttük a piskótát, máma betöltöttük, és most lehet fogyasztani. A mézes kalács házat igazgatóról beszéltük, hogy valószínű, hogy kiállítjuk, a tortát meg megesszük. Az intézmény műszaki területén tanuló diákok is brillíroztak, az általuk készült projektet Kronosz 9-nek keresztelték. Én azon gondolkodtam, hogy kellene egy olyan valamilyen alkotást keresni, ahol az iskolánknak a képzése beépíthető, a gyakorlati oldaláról a tanulók, ugye van nálunk gépészeti képzés, épületlakatos, szerkezetlakatos, forgácsolás képzések, és ezeket a képzéseket a gyakorlati oldaláról kéne, és informatikus, az a legfontosabb, beépíteni a gyerekek, hogy tegyenek hozzá valami pluszt. És akkor gondolkodtam, ők minden nap közlekednek busszal, hát ott van a Kronosz 8-ként, hát fogjuk meg, és hozzuk be Nikolás Söffernek ezt a kinetikai tervét, és hát ha be tudjuk csalni a gyerekeket a munkákba. És nagy meglepetésemre minden tanuló annyira hozzátett egy pluszt, és olyanokat kértem tőlük, hogy délután 4-kor jöjjenek be, és csináljuk ezt a szobrot, és akkor az volt a kérdés, hogy én jöhetek? Na mondom, mindenki jöhet szívesen, csak van egy határ, amit meg tudunk csinálni. És akkor kénytelen voltam leülni, áttervezni egy picit a saját adottságainknak megfelelően ezt a szobrot, és akkor utána igyekeztem úgy lebontani, hogy a gyerekek minden oldalról modulrendszerbe több-több elemet összerendezve és megalkotva, majd a rendszert egy egészé összefoglalva megalkotni. Tulajdonképpen ez a szobor, ha így megnézitek, ez 1000x1000 és 2250 mm magas, van benne 20 égő, összesen tömegét tekintve 68 kg, és van benne 80 méter vezeték. És nekem ez okozott a legnagyobb problémát, hogy ezt a rengeteg vezetéket valahogy a szerkezetileg úgy kéne összehangolni, hogy minden egyes megvilágító elemhez eljusson, viszont valahonnan tápegységet kellett biztosítani, és ebben nagyon nagy segítségünkre volt a Turi Márk, az itteni informatikusunk, aki nagyon sok problémát megoldva és sok-sok feladatot kitűzött maga elé és megoldotta.
Hát lényegében ebből áll az egész, és annyit azért hozzáfűzök, hogy ez nem csak az én alkotásom, meg az én művem, én csak egyet fogtam és adaptáltam az itteni körülményekhez, de azt is hozzáteszem, hogy a tanulók mellett a tanári kollégák is mind-mind pozitívan álltak hozzá, mindenki valamit hozzátett, ha más nem, akkor az én ügyeletemet az Ida tanárnő átvállalta, vagy az Edith tanárnő hozott pékárut. Tehát ilyen apróságokkal mindenki segített ennek a szobornak a létrejöttében, és ezen kívül még olyan komoly támogatóink is, hadd említsem meg, hogy a Cselik Zoltánné és a Zoltán villamos szaküzlet, aki az elektromos részeket táplálta és segített ennek az anyagalkatrész támogatásában, vagy a csavarboltból, a Kalocsavarban Hangya Attila, vagy a Szőnyi Tamás, az Emika ZRT-től. Például itt vannak ezek a körteformájú lámpatestek mögötti nem forgó elem, mert ugye a Nikolász annak idején ezt úgy alkotta, hogy a tér, a mozgás és a fény egységét próbálta összehozni. Nálunk a mozgás az csak abból áll, hogy el tudom fordítani, illetve az egész berendezést el tudom innen vinni oda, nincs úgy lealapozva, mint az övé. De nagyon szépen köszönöm a Budamobil Cargo, aki ezeket egy lézergép segítségével tudta kivágni, és hát nem is tudom még, hogy tehát minden kollégának, gépész kollégának a munkáját szeretném megköszönni. A szakképzés európai hetén résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy megoszták egymással a szakképzés terén elért kiemelkedő eredményeiket, innovatív oktatási gyakorlataikat és sikeres szakmai programjaikat, amelyek ösztönzik a gyakorlati képzést, a munkahelyi tanulást, a továbbképzést, az átképzést, valamint a vállalatok és az oktatás közötti fenntartható együttműködést. Az Európai Szakképzési Hét, vagy az Európai Unió Bizottsága állította fel, annak érdekében, hogy egyrészt fókuszba hozza azokat a hiány szakmákat, amikből a magas minőség hiányzik, és ezáltal pályorientációs céllal fölkeltse a figyelmet a fiataloknak továbbtanulása előtt. Ezt az Európai Szakképzési Hetet Európa szerte, így Magyarországon is évről évre megtartják, és ennek kapcsán készült úgymond három projekt, kettő részben a Dózsában. Az egyik a Pék, illetve a Cukrásztan műhelyben összevontan készült, erről is beszéltek a kollégák itt a riportban. A másik pedig tulajdonképpen a gépészet ágazathoz kapcsolódott, de közreműködtek benne a villanyszerelők, valamint az informatikusok is. És mind a kettő nagy projekt bekapcsolódott a GINOP 623 vára szakma elnevezésű pályázatba, ahol különböző projektmunkákat van lehetőségünk kialakítani. Mindemellett külső cégeket is bevontunk ebbe, és azok a cégek támogattak bennünket, akiknél duális képzésben délutánonként, esténként, vagy adott esetben délelőttönként is azok a diákok vannak kint, akik nálunk az elméletet, náluk pedig a gyakorlatot tanulják. Úgyhogy szeretném megköszönni mindenkinek azt, hogy ezekben a nagyívű munkákban benne voltak. A Mézes Kalács házat, illetve ezt a kis falut szeretnénk majd hosszabb távon eltenni és kiállítani. Ezzel együtt pedig a Söffer toronynak úgymond a mását, ha bár ez nem egy pontos más, azt azért gyorsan szögezzük le, a gyerekek által Kronosz 7 után Kronosz 9-nek, Kronosz 9-nak elnevezett tornyot, pedig szeretnénk a Martyuncs utca 2-4 szám alatt kiállítani. Egyébként mobil maga az eszköz, tehát elképzelhető, hogy nagyon-nagyon különleges események alkalmával tudjuk mozdítani, de szeretnénk úgymond megóvni hosszú távon. Mindemellett ugye ezekben a hetekben zajlanak azok a pályorientációs foglalkozások, illetve beiskolázási szülői értekezletek, amikhez nagyon-nagyon szorosan kapcsolódnak ezek a munkák, hiszen a továbbtanuló nyolcadikos diákok ilyenkor szokták eldönteni azt, hogy milyen szakirányba, milyen iskolába, milyen iskolatípusba szeretnének menni tovább tanulni. És ugye most halljuk azért a hírekből, hogy a szakképzés
meglehetősen átalakul, sok minden változik. Én külön köszönöm a kollégáknak, hogy ezekkel az eseményekkel, ezekkel a projektekkel is igyekeznek fókuszban tartani a szakképzést Kalocsán, itt a Dózsában. Az intézmény november 15-én tartja Kalocsai Nyílt Napját, ahol bizonyára az érdeklődők találkozhatnak magyar diákok által készített projektekkel. Az újraélesztés világnapja alkalmából a Kalocsai Életmentők Mentő Alapítvány tagjai nyilvános bemutatókat tartottak a piac téren. A nap folyamán pedig a mentőállomás kapuit is kinyitották az érdeklődők számára. Október 16-a világszertei Magyarországon is az újraélesztés világnapja, melynek keretében a Kalocsai Életmentők Mentő Alapítvány különböző akciókkal kívánta felhívni a figyelmet az újraélesztés fontosságára. A hirtelen szívhalál vezető halálok hazánkban, az esetek nagy részében, mire kiérnek a mentők, már késő, pedig lehetne tenni ez ellen, ha sokkal többen tisztában lennének az újraélesztés szabályaival, illetve mernék is alkalmazni azokat. A könyökünk nyújtott, és lenyomjuk a mellkast. Próbáljuk meg lenyomni. Egyet, kettőt, háromat, határozottan. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány elvégzett nagy első segély tesztjéből is kiderült, hogy az újraélesztést még mindig tanulnunk kell, míg 2013-ban a válaszadók közel 42%-a tudta csak, hogy mi a teendő kritikus helyzetben, addig 2014-ben ez az arány 53,41%-ra nőtt. Az utóbbi időben viszont visszaesett ez az érték 52,19%-ra, ami azt jelenti, hogy az emberek közel fele nem tudja, mi a teendő. A tétlenség a bajba jutott életébe is kerülhet. A mellkas nyomása, a fej hátrahajtása és szájból orba történő levegő fújás 32-es arányban megmentheti az életünket, vagy éppen életmentővé tehet minket. Sokan még mindig nincsenek tisztában azzal sem, hogyha nem tudnak, vagy nem akarnak szájból szájba történő lélegeztetést alkalmazni. Van más megoldás is. Elsőnek is meggyőződünk arról, hogy biztonságos a helyszín. Jó, azt látjuk, hogy biztonságos a helyszín, nincsenek veszélyforrások, az első segély nyújtónak védenie kell magát a sérüléstől. Utána letérdelünk a beteg mellé, megrázzuk a két vállát, megszólítjuk, hogyha nem válaszol, fölemeljük a kezünket és segítséget fogunk kérni. Segítség, segítség. Miután kértünk segítséget, az érkezni fog, hátrahajtjuk a betegnek a fejét, egyik kezünk az álla alatt, a másik a hajas fejbőr határán, a fejünket a mellkasa felé fordítjuk, 10 másodpercig vizsgáljuk, hogy van-e neki légzése, akkor tekintjük a légzést jónak, hogyha 10 másodperc alatt 2 levegőt vesz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Most azt láttuk, hogy nem vette a beteg a levegőt, azt mondjuk, hogy segítség, segítség, újra segítséget kérek, rátesszük a kezünket a betegnek a mellkasára, férfiaknál a mellbimbó középvonalába a tenyerünk külső éle, a mellbimbónál van, a mellbimbó mellkas középvonalába lesz a kezünk, és a tenyerünk alsó élével megkezdjük a mellkas kompressziót, egyenes a hátunk, egyenes a könyökünk, és elkezdjük lenyomni a mellkast, egy perc alatt a mellkast 100-120-szor fogjuk lenyomni. Igen, ahogy most látjuk, ebbe az ütembe fogjuk csinálni, egészen addig, amíg a segítség meg nem érkezik, és át fogja tőlünk venni az újraélesztést, ugye már segítséget kértünk, vagy amíg a mentőautó ki nem érkezik a helyszínre, nem maradunk egyedül, hogyha a 112-t felhívjuk, akkor a mentés irányító végigvonalba lesz, amíg a mentőautó ki nem ér, és segíteni fog nekünk abban, instrukciókat fog adni arra, hogy hogyan kell csinálni a mellkas kompressziót. A mellkasi nyomást úgy kell elképzelni, hogy 5-6 cm-re nyomjuk a mellkast, és egy perc alatt a 100-120-as tempóra igyekszünk. Tehát egy perc alatt 100-120-szor fogjuk lenyomni a mellkast. A Kalocsai mentőállomás dolgozója napot a piac téren kezdték, ahol az érdeklődők számára bemutatták, hogy mit kell tenni vészhelyzet esetén, és hogyan is kell megkezdeni az újraélesztést. Kreskó Zsolt és Kmetovics Mihály közreműködésének köszönhetően most önök is láthatták a folyamatot. Előtte azonban kiemelnénk, hogy mielőtt bármiféle segítségnyújtásba kezdenének, mindig ellenőrizzék, nincsenek-e veszélyforrások, hiszen fontos, hogy az első segélynyújtó saját magát is védje. Ezt a bemutatót nem csak a piac téren láthatták az érdeklődők, hanem a mentőállomáson is, hiszen október 16-a az újraélesztés világnapja alkalmából nyílt napot tartottak a Kalocsai intézményben.
A szervezők az óvodás, iskolás gyermekektől kezdve mindenkit nagy szeretettel vártak, hiszen a világnap üzenete mindenki számára ugyanaz, merjünk segíteni. Szüreti felvonulás volt október 19-én, szombaton délután Szakmáron. Szabó Ferenc invitálását sokan elfogadták, többek között Kecerről, Fogtőről, Dunaszent Benedekről is érkeztek fogatosok, lovasok. Hintók, lovaskocsik, csikósok gyülekeztek az első helyen, ahol már táncra is perdültek a színes, viseletbe öltözött lányok, legények, asszonyok és férfiak. A szüreti felvonulás alkalmával lovaskocsin, hinton haladtak végig Szakmár utcáin a szüretelők népi viseletben. A jó hangulat alapját a nótákat húzó zenészek alapozták. A Duna mellékről szinte mindenhonnét, Dunapataj, Fogtő, akkor Bócsáról, Kecerről, Kiskörösről, a dunapatajiak, miskeiek, drágszéliek, úgyhogy szinte a környező falvakból mindenhonnét itt vannak a lovas ismerőseink. Meg lehet ilyenkor becsülni, hogy hányan vagyunk? Hát nem tudom, megmondom őszintén, nem tudom, mert nálunk volt a gyülekező, de igazándiból nem számoltuk, hogy hány fogott van. Majd a végén megmondom körülbelül, hogy hány fogott, hány lovasain érkeztek. Mióta van szüreti fölvonulás itt Szakmára? Hát én igazándiból 88-ban már, akkor voltam bíró-bíróné együtt, akkor mi már szerveztük ezt. Utána átvették, hogy én elkerültem tanulni máshova, meg máshol dolgoztam, és igazándiból a nagycsaládosokkal, Ideg Erikáik vették át a szervezést, ők szervezték utána folyamatosan, mert előtte ugye még a TS világ volt, és azok besegítettek bennünket, és ahogy az Erikáik úgy abba hagyták, akkor utána visszavettük mi, ugye mi nagy lovasmúta rendelkezünk az egész család, és igazándiból így mi vettük át újra ezt a lovas programi szervezést. A néptáncosok mellett sok olyan ember is van, aki ezen az egy napon húzza fel nagyszülei, szülei egykori ruhadarabjait. Több településről érkeztek kocsikkal, hintókkal, hogy végig vigyék őket a falun. 5 megállót terveztünk ezzel a helyszínnel együtt. Ez szerintem elég ismert időbe is. Ugye mindenhol táncolnak egy 4-5 számot, és mire a végére érünk, addigra 4-5 óra világosan mindenki hazaér, utána visszajönnek, beszélgetünk, vacsora, és egy kis mulatság mellett áttárgyaljuk az egész éves, meg a visszamenő éveket, mert ugye 2 év kimaradt, és így próbálunk egy kicsit össze kovácsolódni újra a lovas berkekbe. Vörös Laura és Markella Balázs volt a bíróné és a bíró. A régi hagyományok szerint is úgy volt, hogy akik következő jegyes pár, akik házasulás előtt állnak, azok szokták a pálmát vinni, úgyhogy most ez véget próbáltuk a Markella Balázst meg a Laurát, ugye, hogy ők jegyes pár, és akkor próbáltuk, hogy hát, ha bevállalják, akkor őket szerettük volna, és bevállalták. Az ott megállónál nem csak táncolnak a táncosok meg a résztvevők, hanem vendégül látják őket. Ezt ki biztosítja? Hát ezt nagy bevállalás, mert ez mindig az, aki ott ezen a helyszínen vendégül látja a csapatot, azok szokták ott a szomszédokkal együtt összerakni ezt a kis menüt. Hát ez most igazán nem is egy kis menü, mert elég sokan vagyunk hozzá, úgyhogy ők csapatonként megbeszélték, és akkor bevállalták ezt a hagyományos vendéglátást. Lehet azt tudni, hogy mondjuk a legfiatalabb meg a legidősebb fogatos hány éves? Hát a legfiatalabb az most 6 éves. Az 6 éves, egy pici pónika jöttek. Hát a legidősebbek, hát azt igazándiból azon 70 év körüli a legidősebb fogatosunk, akivel már nagyon régóta tartjuk a kapcsolatot. Úgyhogy ők a mi embereink, akikkel régen mi is ugyanúgy részt veszünk őnáluk, ők visszajönnek ugyanúgy hozzánk, és így, hát szerintem így kerek ez az egész rendezvény. Rengetegen érkeztek a népünnepére viseletben, olyanok is, akik már rég nem élnek a faluban, de a felvonulás miatt hazalátogattak, és magukra öltötték cifra ruháikat, hogy együtt ünnepelhessenek. A kisgyermekkori nyelvtanulás egyre nagyobb teret hódít, akár akcentus nélkül is el lehet sajátítani egy nyelvet,
ha megfelelő időben találkozik valaki idegen szavakkal, mondatokkal. Akár a születés előtt is el lehet kezdeni ismerkedni egy idegen nyelvvel, hiszen már magzati korban is hallanak a babák. Ha az életkori sajátosságokat figyelembe véve történik az idegen nyelv oktatása, siker, öröm, pozitív élmények kötődnek hozzá. Nem csak a kutatások, hanem a saját tapasztalataim miatt, saját gyermekemmel megfigyelt tapasztalatok miatt is nagyon hiszek a kisgyermekkori nyelvoktatásban, illetve annak fontosságában. Nagyon sokszor szokták kérdezni, hogy mikor érdemes elkezdeni. Én azt mondom, hogy minél korábban, már a születés előtt is, hisz a picik azok 26 héttől már hallanak. Amikor megszületünk, egy olyan fonetikai bázissal születünk, hogy a világ bármely nyelvének bármely hangját képesek vagyunk kiejteni. És ha folyamatosan kapjuk a megerősítéseket, illetve majd később elkezdjük kiejteni ezeket a hangokat, akkor esélyünk van arra, hogy akcentus nélkül meg tudunk különböző nyelveket tanulni. Az életkor szempontjából 2-3 éves korunkban ezt a képességünket elveszítjük, ugyanis azok az agysejti kapcsolatok, amelyek nem kapják a megerősítést, azok el fognak tűnni. Tehát mindenképpen minél korábban, annál nagyobb esélyünk van az akcentus nélküli beszédre. Illetve sokszor szoktuk hallani azt is, hogy a gyermekeknek olyan az agya, mint a szivacs, sokkal kevesebbszer kell nekik ismételni, mint a felnőtteknek, és hogyha a megfelelő módszert választjuk meg, ami azt jelenti, hogy életkori sajátosságoknak megfelelő módszert, akkor mindenképpen pozitív élmények, siker, öröm társul a tanuláshoz, és a pici gyerekeknél a nyelvtanulás megfelelő módszerrel az nem is nyelvtanulás, hanem nyelvelsajátítás, ugyanúgy sajátítják el a nyelvet, mint az anyanyelvüket mondókákon, játékokon, dalokon, meséken keresztül, és nekik ez nem tanulás, nekik ez öröm, ami azért fontos, mert a későbbiekben nem lesz gyomorideg, nem lesz a félek megszólalni, hanem azt a kis tudást, azt sokkal gyorsabban, magabiztosabban építik, illetve azzal a pár mondattal, amit ők idegen nyelven el tudnak mondani, magabiztosan kiállnak. Hogyan kell elképzelni mondjuk egy 3-4 éves, egy óviskorú gyereknek egy-egy ilyen foglalkozását? Mint már említettem, nagyon sokat játszunk, énekelünk, megvan a megszokott rutin, hogy azért kerete legyen az órának, köszönünk, egymás hogy léte felől érdeklődünk, mivel ugye a pici gyerekeknek a figyelmét elég nehéz lekötni, ezért 3-5 percenként folyamatosan változnak a dalok, a mozgások, az énekek, a mondókák, nagyon sokat énekelünk, nagyon sokat táncolunk, ami ugye a ritmusérzéküket, a mozgáskoordinációjukat fejleszti, mivel csoportos foglalkozásaink vannak, ezért sokkal inkább elfogadóak, türelmesebbek lesznek, szocializációs készségük is fejlődik azzal, hogy egy csoporthoz tartoznak, egy csoportban vannak, figyelnek a többiekre. Mennyi az ideális létszám mondjuk egy óviskorú, illetve egy alsó tagozatos gyereknél, hogyha nyelvtanulásról beszélünk? Én azt mondom, hogy óviskor előtt is, illetve iskoláskor után is mindenképpen csoportosan. A csoport létszám az 8-10 fő, az ovisoknál az nagyon-nagyon jó, kisiskolásoknál is az 5-6 fő, azt gondolom, hogy az ideális, mert ugye ott többet kommunikáció van, több szituáció van, és ott a kisiskoláskorú gyerekek is türelmetlenek, mert ki kell, hogy várják a sorukat, tehát ott a kisebb csoportlétszám, de én még azt mondom, hogy a felnőtteknél is inkább a csoportos 2-3 fő, ahol ki tudják a tanult párbeszédeket próbálni, vagy új szituációt, ő maguk hozzák fel a témákat, úgyhogy mindenképpen a csoportos mellé. Lehetne azt is csinálni, hogy mondjuk egyszerre tanul a kisgyerek két idegen nyelvet, vagy mondjuk jobb, hogyha elkezdi az egyiket, és utána kapcsolódik ehhez a másik? Mint ahogy már korábban említettem, az a fonetikai bázis az eltűnik. Saját kisgyermekem három nyelvű környezetben növekedett, annak ellenére, hogy a gyerekorvosunk azt javasolta, hogy 3-2-re csökkentjük, de a családi kötelékek miatt nem tudtam választani a háromból, melyiket hagyjuk ki, illetve az adott helyzet miatt, és egyáltalán nem maradt vissza
össze a beszédben, egyáltalán nem keverte össze a nyelveket, mert a lényeg az, hogy a gyerekek személyhez kötik a nyelvet, és nagyon is tudják, hogy melyik személyhez milyen nyelven kell beszélni. Nagyon-nagyon sok tévhit van a kisgyermekkori nyelvoktatással kapcsolatban, mint például azt, hogy később kell elkezdeni, amikor már az anyanyelvet helyesen beszélik, de ugye tudjuk, hogy amikor már helyesen beszél az anyanyelvet, 6-7 éves gyerekről beszélünk, akkor ez a fonetikai bázis ez már teljesen eltűnt, illetve kutatások bizonyítják, hogy a több nyelvű környezetben növekvő gyermekek az anyanyelvükön is választékosabban tudnak beszélni, sokkal nagyobb a szókincsük, illetve jobban fölismerik, meghallják a nyelvtanilag helytelen mondatokat, tehát az anyanyelvükön is pozitív hatása van az idegen nyelveknek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó tévénézést kívánok önöknek, viszontlátásra!